Azt mondja, vesztes vagyok. Mert utálom azt a rohadt állásomat. Mert nem tisztel a családom. Mert egy város átkozza a napot, amikor megszülettem. Lehet, hogy maga vesztesnek lát, de hadd mondjak valamit. Minden reggel, mikor felkelek, tudom, hogy aznap csak egy jó dolog vár rám, a lefekvés. Tehát felkelek, bedobom a felvizezett kávét és a félig jeges vajas süteményt. Beülök a kocsimba, és igyekszem meggyőzni, hogy benzin nélkül is tud menni. Majd átvergődöm a forgalmon csupán azért, hogy olcsó cipőket tehessek az olyan nők patáira, mint maga. Sose lesz belőlem híres foci játékos. És sose fogom érezni egy gyönyörű nő érintését. És soha többé nem vezethetek zacskó nélkül a fejemen. De vesztes nem vagyok. Mert mindennek dacára, én meg a többi emberke, aki mind más akart lenni, mint ami, mégis itt vagyunk, és azt csináljuk, amit nem akarunk, heti 40 órán át életfogytiglan. És a tény, hogy nem röpítek golyót a fejemben, maga halkocsonya, azt tesz győztessé.